Sziasztok, üdvözlök mindenkit a képernyő előtt. A mai nap két ételt fogok készíteni. Az egyik az egy erdélyi, tejszínes, tárkonyos burgonyaleves lesz, a másik pedig egy finom lisztmentes palacsinta. Neki is kezdek a levesnek. Elsőként egy kis sonkát fogok hozzá összeaprítani. Nagyon fontos összetevője a sonka levesemnek, hiszen ez fogja az ízét adni. Ez mint egy természetes ízfokozó lesz jelen a levesben. Készíthetjük szalonnával is. Én ma sonkát választottam hozzá. Ez egy házi füstölésű sonka. Lényeges az erős füstös íz, illat. Apró kockákra felvágom. A sonkával elkészültem. Beledobom az edényembe. Majd jöhet a vörös hagyma. A vörös hagymát egész finomra vágom fel, amennyire csak tudom. A hagymát hozzá adom a sonkához. Majd mivel, hogy egy száraz sonkát választottam, egy nagyon kevés olajat adok hozzá, és így megpárolom a sonkát a hagymával együtt. Csak addig párolom a hagymát és a sonkát együtt, amíg a hagyma üveges nem lesz. Lényeges, hogy a sonka ne piruljon meg, és ne legyen kemény. Míg a hagyma és a szalonna párolódik, összekockázom a krumplit. Törekedjünk arra, hogy a kockák egyformák legyenek, ne legyenek se túl nagyok, se túl kicsik. A burgonyával elkészültem, hozzáadom a sonkához, majd felengedem egy kis vízzel. És ízesítem egy kis őrölt borssal. Borson kívül adok hozzá még egy kis sót, nem sokat, hiszen a sonkám az meglehetősen sós volt. Amíg a levesem fő, addig nekiállok a palacsintának. Nekiállok a palacsinta elkészítésének. Elsőként beleütöm a tojásokat. A tojásokat összekeverem. Adok hozzá egy csipet sót, egy csipet cukrot, de csak keveset. Majd hozzáadom a vizet. És végül az appehelylisztet. Simára keverem. És végül hozzáadok még egy kis folyékony édesítőszer. Most, hogy elkevertem benne minden összetevőt, kicsit várok vele. Ez azért is fontos, mert az appehelyliszt szereti magát megszívni. Nagyon lényeges és fontos dolog, hogy ki kell mérni, hogyha az appehelylisztből készítünk palacsintát. Minden összetevőt pontosan ki kell mérni, mert az appehelyliszt az nagyon kényes. Elkezd nyullani, sűrűsödni, meg mindenféle probléma lehet vele. Ez a recept, ez csak így jó, pontosan kimérve. Amíg a palacsintatésztát pihentetem, a levesbe összevágom a tárkonyt. Amennyiben van lehetőségünk, használjunk friss tárkonyt. Piacon, zöldségesnél nagyon sok helyen már kapható. Mivel hogy zöldfűszerről van szó, ezért a főzés utolsó fázisában adom hozzá, hogy minél jobban benne maradjanak ezek a friss ízek, illatok. Végül a leveshez hozzáadom a tejszínt. A tejszín hozzáadása után készre főzöm a levest, míg a krumpli meg nem puhul. Palacsintatésztám eleget pihent, nekiállok sütni. Egy kevés olajat rakok a serpenyőbe. Az appehelylisztes palacsintának a sütése ugyanúgy történik, mint a normál palacsintánál. Egy kicsit jobban kell rá vigyázni, fokkal jobban szakad, mint a normál.
de azért könnyedén meg lehet fordítani ezt is. Palacsinta megsült, következik a töltelék. Egy igazán diétás tölteléket választottam, ami a cukorbetegeknek a Jolly Jokeréből készül, túróból. Diétázóknak, fogyókúrázóknak is tudom ajánlani. Adok hozzá egy kis vaníliás cukrot, majd folyékony édesítőszert, citromhéjat. Belekerült a túró, a tejföl, az édesítőszer, kis vaníliás cukor, citromhéj, és hozzáadom még a mazsolát. Mazsolából nem adok hozzá sokat, mivel nagyon magas a cukortartalma. És összedolgozom az egészet. Elkészültem a palacsinta töltelékkel. Én ezt a klasszikus verziót választottam belőle, de lehet fokozni, hogy a tejfölt kihagyjuk belőle, gyümölcsrokutat adunk hozzá, és a fantázia szabhatárokat annak, hogy milyen tölteléket készítünk. A palacsintát gazdagon betöltöm a túrótöltelékkel. Valójában azért is készítettem ezt a túrós palacsinta receptet, mert az apelyhes palacsintában kevesebb a szénhidrát, és nekünk az elmúlt egy évben erre nagyon oda kell figyelni, hiszen a kisfiam cukorbeteg lett, és számolnunk kell a szénhidrátot. Ebben a palacsintában darabonként 9 szénhidrát van, és valójában nem mindegy az, hogy mennyit ehet meg belőle egy cukorbeteg, 2 vagy 3 palacsintát, nagyon sokat számít. Így a levest körülbelül 10 szénhidrátnak fogjuk számolni, ezt a palacsintát pedig a maradék 30-nak. Nála az ebéd 40 g szénhidrátot tartalmazhat, ezért ebből a palacsintából, a túrósból megehet 3-at. Hogyha sima lisztből készítettem volna el, akkor csak 2 tehetne meg. Ez egy gyereknél nagyon-nagyon számít. Örül neki, mikor valamit úgy el tudok készíteni, hogy egy kicsit többet tehet belőle. Nagy boldogság ez a számára. A palacsintám elkészült, már csak a leves vár a tálalásra. Megdíszítem egy kis friss tárkonnyal, és elkészült a szénhidrát szegény ebédünk. Jó étvágyat kívánok hozzá!